13 éve kézilabdázom, és Mohácson kezdtem. Hát erre pontosan nem emlékszem, de szerintem általános iskolában egy-két osztálytárs lány elkezdett kézilabdázni, és ők általuk én is elkezdtem kipróbálni, aztán még mindig csinálom. Példaképpen most konkrétan nincsen, amikor kapus voltam, akkor Pálinger Katalin volt, és most amióta beállós vagyok, azóta Hegyőke. Tanulok, még vendéglátásban, illetve anyuméknak szoktam besegíteni itt a vállalkozásomban. Hobbim, hát most jelenleg ugye a kézilabda, de mellettem én szeretek kirándulni, fényképezni és új városokat megismerni. Igen, egy 2 éves magyar vizslám van, és ez a neve Doric. Ritkán főzök, de amiket megfőzök szívesen, azok a tésztafélék. Kedvenc ételem nagyon sok van, de amit kiemelhetek, az a mamám által készített mohácsi halászli, viszont sajnos nem tudom megcsinálni. A jelenlegi időszakban 1-2, attól függ, hogy milyen programokat kapunk.